Petar Bogoszávljevitja, a fogyasztóvédelmi szervezet elnöke megindoklásában elmondta, az említett szárazság nem lehet ürügy a kenyér árának 22%-os emelésére, mert az nem a pékségeket, hanem mindenek előtt az állattenyésztőket érinti. Két hónapja annak, hogy befejeződött az aratás, a silók tömve állnak, kenyérgabonából kivitelre is marad. Az említetteknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy stabil maradjon a kenyér ára, értékelte Bogoszávljevity. A fogyasztóvédelmi szervezet képviselői kitértek az áram árának alakulására is. Pozitívnak értékelték azt a kezdeményezést, miszerint a szerbiai villanygazdaság napközben is 2 órára visszaállítaná az olcsó áram szolgáltatását, emellett pedig megmaradna az éjféltől reggel 8 óráig érvényes olcsóbb tarifa is.